Csodálatos levelet kaptak a Mokka angyalok. Egy székesfehérvári édesanya arról írt, hogy idén májusban koraszülöttként hozta világra kislányát. A csöpség lyukas szívvel született, és egy fertőzést is elkapott, ezért nem lehetett műteni. Nem sok remény volt, hogy Zsófi baba életben marad. Az édesanya 9 éves fia az interneten böngészett, amikor rátalált Szekeres Adrien Kicsi Szív című dalára. Másnap az inkubátorban már Zsófi baba is ezt a dalt hallgatta. Az édesanya dúdolgatta neki nap mint nap. A baba állapota pedig lassan, de folyamatosan javulni kezdett. A Kicsi Szív című dal azóta a család mindennapjainak része lett. Ezért szeretnék megköszönni Szekeres Adriennek, hogy ilyen csodaerejű dallal ajándékozta meg őket. Csehi András Székesfehérváron van, de Zsókáék családja még nem tudja, hogy Szekeres Adrien is elkísérte őt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Valóban lendületben vannak a Mokka angyalai, és tényleg itt vagyunk Székesfehérváron, egy emeletes házban, a harmadik emeleten, és Adrien is elkísért minket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek! Mit gondolsz erről a nemes dologról, hogy eljön valahová, és senki nem tudja, hogy itt vagy, sőt azért próbálok ilyen nagyon halkan beszélni, mert nem akarjuk, hogy a család még egyelőre, hát nem az, hogy felébredne, mert biztos, hogy fönn vannak. De most akkor próbálj meg becsöngetni, és meglepni a családot is, és megnézzük a babát, hogy milyen állapotban van. Nagyon kíváncsi vagyok. Jó reggel! Jó reggelt! Itt van Adrien. Karsai Sándor. Szekeres Adrien. Merre találjuk a babát? Tessenek beljebb jönni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Karsai mi Zsóka. Szekeres Adrien. És ő a Zsófi baba. Igen. Szia. Elmondani félek, elhallgatni miért kell. Jó, hogy élsz, megadsz mindent, és így teljes lett az életem. Hisz, létezel. Hát jó reggelt kívánok, Zsóka. Jó reggelt. Szia. Zsóka, mesélj el, hogy mi történt. Hát az történt, hogy a Zsófi, hát ő egy meglepi baba egyébként, úgyhogy nem volt úgy tervezve. Férjemmel 10 éve és házasok vagyunk, és hát a Bálint volt nekünk, és hát koraszülött lett ő. 34. hétre született, és hát harmadik napon kiderült, hogy kamrai espít, tehát szívbeteg. Nagyon-nagyon megijedtünk először, napokig kritikus állapotba került a Zsófi, és hát nem tudtam, hogy szóval sokkolt a dolog, meg nem, először nem tudtuk feldolgozni, hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel, de hát mi egy elég pozitív család vagyunk, és próbáltam valami olyat keresni, kutatni, találni, amivel egy kicsit erőt merítünk. Borzasztó időszak volt ez nekünk. 3 óránként jártam be hozzá a kórházba, és mind a két gyermeknél helyt kellett állnunk, mind a kettőnek úgy, hogy a nagyfiam ne vegyen észre ebből semmit igazából, mert ő egy nagyon lelkis, és nagyon várta a húgát haza. És hát nagyon lélegeztetőgépen volt, fertőzést is kapott, és egyik reggel arra ébredtem, hogy a fiam az interneten hallgatja ezt a Kicsi Szív dalt. Én próbáltam kutatni, keresni olyan dolgot, amivel kicsit erőt kapunk, hogy úgy mehessek be, és úgy csináljuk a napokat a férjemmel, ahogy kell, és hát nem találtam tudatosan, és a fiam valamiért biztos, hogy nem véletlen, ezt a dalt hallgatta, és onnantól kezdve én már aznap bementem, ahogy bementem hozzá, 3 óránként lehettem csak vele egy kevés időt. Bocsánat, Zsóka, megkérjük Bálintot, hogy indíts el még egyszer ezt a dalt? Mert itt nekünk a számítógépen megvan. Szia. Most, de azóta látjuk, hogy... A Budapest Kongresszusi Központban. Zsófi, azóta nagyon jól van.
Igen, igen, elkezdtem neki énekelni minden látogatáskor, és rána egy pár nap után elkezdett rohamosan jól lenni. Minket felkészítettek arra, hogy a szívbetegsége miatt ővel elég sok probléma lesz. Nem fog enni, nem fog fejlődni, és az a lyuk nagyon rossz helyen van a szívén, és nem tud záródni, tehát igazából műtét mondtak 100%-ra. És hogy mi erre készüljünk fel, minden betegséget el fog kapni, és hát ehhez képest, hát ugye, ahogy hazahoztuk, én ezért bennem ez bennem volt, de a kórházban annyira szépen rohamosan jött helyre, hogy aztán azt mondtam, hogy én ezt nem akarom elrontani, ezt itthon folytatjuk. És hát nagyon-nagyon sokszor hallgattuk ezt a dalt, ő erre aludt el, még itt kis rongybaba volt. Nagyon picike volt, 1980. Azt mondták, hogy fél évesen, hogyha megduplázza, 3800-at eléri a súlya, akkor annak örülnünk kell. Hát 7350 gram volt fél évesen. Nagyon szépen eszik, nagyon, semmi betegsége nincs. Mosolyogva ébred, mosolyogva alszik el. Igazából olyan nagyon-nagyon sokszor sírni a védőoltásokkal, kalmával mérges nagyon, és akkor igazából ennyi, így ki is fújt ez a dal nekünk a család. Dunk része lett, tehát Adrián beköltözött a családunkba. Olyannyira, hogy most el is jött, úgyhogy ő azt kérte, hogy köszönhesse meg Adriánnek ezt a sok szeretetet, ami a dalból árad. Igen, nem is tudott, hogy mit tettél ezzel nekünk, mert mi hiszünk az ilyen dolgokban nagyon. Én nem tudtam imádkozni, vagy bármi, mert az nem lett volna valós, ő érte. De mindenféleképpen szerettem volna valami olyat, amiben lehet hinni, és hát ilyen a dolognak ereje van, tehát ez így látható is, és hát mi nagyon, tehát mi minden nap, itt fölcsendül ez a dal nekünk 20-szor, fiam tudja kívülről, mi tudjuk kívülről, úgyhogy beköltözött az Adriana. Videót csináltam róluk a daloddal, úgyhogy... Adrián, te amikor meghallottad ezt a kérést, mit gondoltál? Hát én hiszek abban, amit Zsóka mond, hogy a zenének fantasztikus ereje van, sokkal nagyobb, mint amit gondolunk, vagy feltételezünk róla. És ezek mindig nagyon-nagyon meghatóak az ilyen történetek. Én nagyon örülök neki, mert hogy egy énekesnő akkor igazán boldog, hogyha a dalai adnak, hogyha a dalai ott vannak az emberek életében, a családok életében. És hát arról nem beszélve, hogyha ilyen csodákat is okoznak, akkor ez fantasztikus. Azt el kell mondjam, hogy azért könnyek nélkül nem tudtam végigolvasni a leveled. De amikor ugye elkezdtem és jött igazából, én nem is gondoltam, hogy ebből így mi lesz, hanem megláttam a felhívást. Bocsánat, közben újraindítom elnézést. Ezt szeretném, úgyhogy ebből nem lesz semmi, engem az sem bánt, csak ezt szerettem volna, mert tényleg, tehát hogyha az ember hisz és szeret, és rengeteg mindent meg lehet oldani. Mi nekünk az életünk a dalok, tehát mi ez szól mindig valami, és nagyon-nagyon sok mindent tudunk kapni dalok által, és hát az ilyen dalok által, mint az, hogy az orvosoknak is igazából egy csoda a Zsófi, mert nagyon-nagyon boldogok, ahogy megyünk kontrollokra, és nagyon szeretik, és mi is nagyon hálásak vagyunk nekik is. Legjobban Adrián, aki, tehát annyira tehát hazahoztuk, és amikor kicsit nyuglődött, nyugös volt, bekapcsoltuk, és abban a pillanatban erre a dalra olyan szinten nyugodott meg, hogy a mai napig is, mondjuk most már kicsit álmos, hogy mi, tehát nem nagyon tulajdonítjuk ezt másnak, azon kívül, hogy hát az életünk legszebb ajándéka a kisfiammal együtt, úgyhogy nem várt, de nem tervezett baba volt, de azt hiszem, hogy kiteljesedett az életünk velük, és egyáltalán nem vagyunk kétségbe esve, jön, aminek jönnie kell, a műtétes, hogy egyébként visszaugrott már az a kis lyuk a színén, az nőtt össze ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy nem fog, mert olyan helyen van, hogy nem fog, úgyhogy nekünk ez mi minden nap megköszönjük úgy Adriánnak. Mi nagyon örülünk, és Adrián is szerintem egy picit másmilyen hangulatban fogja ezentúl énekelni ezt a dalt. Hát igen, meg az ember ezért csinál zenét. Szóval egyszerűen ezek a történetek mind adnak ahhoz, hogy az ember
teljes hittel és lelkesedéssel újra dalra fakadjon, vagy új dalokat írjon. Én azért hoztam egy pici ajándékot az új lemezemet nektek, Zsóka, amin szintén vannak nagyon szép dalok, és hát remélem, hogy ezen is lesz majd olyan, ami még inkább a Zsófi jobbulását segíti. Az ajándék átkerül a jogos tulajdonosához, megköszönjük mi is, hogy itt lehettünk, és arra biztatom a nézőket, hogy írjanak a Mokka Angyalnak.